Ezzel a játékkal csak a gond van. Leparkoltam a kocsimmal a belvárosba, és az ülésen felejtettem 2 darab Call of Duty Vanguard PlayStation játékot. Mire visszaértem a kocsimhoz, feltörték, és raktak mellé még 2. Call of Duty Vanguard. 4 év. Ennyire futott a 4 év alatt. Ha megveszed ezt a játékot lemezen, vagy akár digitálisan, most teljes áron, ha végzett az installálás és először elindítod a játékot, automatikusan betárcsálsz az Activision részvényeseinek az ülésére, ahol 15 percig megállás nélkül röhögnek rajtad, és a könnyeiket a te pénzeddel törlik meg. Viccet félretélve, tényleg ilyen érzés. A Sledgehammer Games utoljára 4 éve adott ki kódjátékot a kezei közül, a World War II, azaz a második világháborút, az a játék is döcögősen indult, az akkori lootboxok miatt, és a sztori teli volt ilyen amerikai tökös csávók klisével. Mint egy akciófilm, de eskü jobb volt, mint amit most kaptunk. Ennek a grafikája ugyan gyönyörű, de itt körülbelül meg is áll a pozitívum, amit a sztoriról mondani lehet. Na jó, az sem rossz, hogy az egyes karakterek egész egyediek az irányítást tekintve. De a sztori nagyon sablonos és unalmas, leszámítva talán a mesterlövész történetét. És ami még durvább, baromira rövid. 4-6 óra alatt végig lehet menni az egész történeten. Ha feltolod a nehézségi fokozatot, akkor talán 8-10 óra a játék hossza. Az egyes fejezeteket hosszas áthidaló jelenetekkel kötik össze, ami nem probléma, hanem ezekkel együtt lenne 4-6 óra a játékidő. A multira mondjuk nem tudok sok rosszat mondani, van némi innováció, nem sok, de élvezhető, főleg, hogyha ismerősökkel játszol. Játék közben persze sokszor az ellenfelek közé spónol be, miután meghaltál, és akkor aztán szitával lövik a segged egyből. Szóval, ha azt javítják, egész szórakoztató. Persze a találat és a halálidő köz lehetne hosszabb is, mert néha csak elsötétül a kép, és kiderül, hogy lelőttek. Bár ez gyanítom való életben is így történik. Zombik. Sokkal jobban jártunk volna, ha idén egyáltalán nem próbálkoznak a zombi móddal. Kaptunk ugyan egy nagyon szolid alapokra építkező, gyakorlatilag bétát, sőt inkább alfa verziót. Jó a fegyverkezelés, szuperül néz ki a pálya, nagyon jó az atmoszférája. Csak épp nem tudsz mit csinálni. Van 3 típusú küldetés, ami folyamatosan ismétlődik, mindezt 15 perc alatt kiismered, és utána nagyon unalmas. Nincsenek easter egg-ek, nincsenek wunderwaffék, ami a Call of Duty zombiknak az egyik szignója. Amit most kaptunk, az gyakorlatilag egy olyan alap, amivel a befektetőkhöz szoktak menni. Hogy könyörgöm, erre szeretnénk pénzt kérni. Lényegében egy nagy nulla. Talán az év előre haladtával jó lesz, de az ember nem azért fizet 25 000 forintot, hogy egy fegyvertesztert kapjon a decemberben érkező Warzone Pacific térképhez, mert ez gyakorlatilag nem más, mint egy fegyverszintező. Ahhoz, hogy ebből valami jó játék legyen, a végére a szezonális tartalmaknak nagyon oda kell tenniük magukat, nagyon hamar, de ismerve az eddigi történetét az Activisionnek, nem fogják. Az Activision a panaszokra úgysem hallgat, csak arra figyel, hogyha nem telik a zsebük megfelelően. Semmiképpen sem ajánlom a játékot megvételre, főleg ne teljes áron. Ha mindenképpen ki akarod próbálni, várd meg az ingyenes hétvégéket, mert azok lesznek, ahol a multit és a zombit egyaránt kipróbálhatod. Addigra talán raknak is bele tartalmat. A sztori meg fent van a YouTube-on. Direkt vártam 2 hetet a videómmal a játékról, reménykedtem benne, hogy érkeznek, hogy érkezik frissítés vagy patch, amitől egy kicsit tartalmasabb lesz, de hiába. Gyakorlatilag egy negyed játékot kaptunk egy teljes áruért. Most pedig, mint mindig, átadom a szót nektek. Megvettétek a játékot? Remélem nem. Mi a véleményetek róla? A válaszaitokat hagyjátok a kommentben. Hamarosan újra találkozunk, remélem jobb hírekkel. Sziasztok!